Útépítések, 5 milliárdos aszfaltozási program kezdődik kormányzati támogatásból Nyíregyházán. Internet, 30 napig ingyenes a szolgáltatás a digitális oktatásban résztvevőknek. Téli felkészülés, 35 géppel várja a hóesést a Városüzemeltetési Társaság. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! 5 milliárd forint érkezik útépítésekre városunkba a kormányzattól. A múlt heti Magyar Közlönyben megjelentek szerint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatására kaptunk az egyedi mértékű és nagyságú támogatást. Dr. Kovács Ferenc polgármester szerint ez a 2013-ban elkezdett infrastrukturális stratégiájuk újabb fontos fejezete, mellyel tovább folytatódhat a korábbi, több évtizedes lemaradás ledolgozása. Ám ahhoz, hogy tovább nőjön az önkormányzati aszfaltozott utak száma, az érintett lakóközösségek együttműködését is kéri. Útépítés Nyíregyházán. Jól megszokott képsorok ezek, hiszen városunkban 10 milliárdokat költöttek az elmúlt 7 évben az utak felújítására, karbantartására, ami az azt megelőző időszakban több évtizedes elmaradást szenvedett a polgármester megfogalmazása szerint. Dr. Kovács Ferenc szerint ez számokban is kifejezhető, hiszen még 2010-ben a 610 kilométeres önkormányzati úthálózatból nagyjából 250 kilométer volt aszfaltozva, ez körülbelül 41%, ez a szám nagyjából 50%-ra emelkedett. 2013-tól ugyanis több mint 100 utat aszfaltozott le a város különböző forrásokból és részben saját erőből, a kormány pedig 2010-ben 2, illetve 1 milliárd forinttal pluszban is támogatta ezt a programot. 2013-tól, amikor már a pénzügyi szorításból ki tudtunk jönni, minden évben tudatosan, kvázi a jövőbe is befektetve, rendeltünk meg néhány 10 millió forint értékben terveket, így most fordulhattam a kormányhoz azzal, hogy a városnak egy 5 milliárd forintos keretre, egy ilyen értékben útépítéssel, aszfaltozásra megvannak a engedélyes kiviteli tervei, ezért kérjük a kormány támogatását. A polgármester hozzátette, mindez önmagában nem lett volna elég a kormánynak ehhez a Nyíregyházának adott nagyon egyedi és nagy mértékű támogatáshoz. A tárgyalásokon azt is elmondta, a lakosság is szeretne aszfaltozott utakat, és ennek érdekében együttműködik az önkormányzattal. Mint mondta, ezt egy kicsit megelőlegezte, hiszen volt rá ellenpélda az elmúlt években, ahol nem mondtak le a tulajdonosok az útépítéshez szükséges négyzetméterekről, ami alapfeltétel a beruházáshoz. Ezt az 5 milliárd forintos keretet csak ott fogjuk tudni felhasználni, ahol a lakosok együttműködnek, tehát az a feltétel, hogy az útépítéshez, ha kell, egy földcsík a házuk előtt, ugye a szabályozási szélességhez szükséges ez, azt ingyen adják az önkormányzat tulajdonába, hiszen az önkormányzat fogja megépíteni ezt az utat, és fogja utána karbantartani is. Én azt gondolom, hogy ez teljesen elvárható dolog. Megnéztük a többi 22 megyei jogú várost, mindenhol ez a gyakorlat, tehát olyat nem is találtunk, hol az önkormányzat külön fizetett ezért. Dr. Kovács Ferenc kiemelte, ezekkel az újabb fejlesztésekkel minden érintettnek felértékelődik az ingatlana, valamint nő az életminőség és a közlekedés biztonsága sármentes, egyenletes utakon. Szeretnék tavasszal indítani a munkákat, amikhez készen vannak a kiviteli tervek. Csak akkor fognak máshol, akár új terveket megrendelve, ha valahol nem lesznek együttműködőek a lakosok, melyre ezúton is kéri a polgármester az érintetteket, hogy ezzel is nőjön az aszfaltozott utak aránya a teljes városban. Elértük az elmúlt 7 év alatt azt, hogy 50%, ezzel nagyot tudunk majd előre lépni, és folytatni tudjuk azt a 7 éve megkezdett programunkat, ami azt gondolom, hogy különösen a külvárosi részeknél, külterületeken lesz ez nagyon fontos. Természetesen ez az 5 milliárd nem lesz elég ahhoz, hogy mindenhol, ahol szeretnénk, meg ahol az emberek is szeretnék, tudjunk utat építeni. A polgármester hozzátette, a kormány támogatását köszönve azért is számít a nyíregyháziak együttműködésére, mert ha ezt a programot a lehető legrövidebb idő alatt jól meg tudjuk valósítani, akkor a remények szerint egy következőre is lesz lehetőség.
Ingyenes internetet biztosítanak 30 napig azoknak a köznevelésben és a szakképzésben résztvevő diákoknak és pedagógusoknak, akik átálltak a digitális oktatásra. A díjmentesség az ügyfelek decemberben készhez kapott számláján jelenik meg, minden érintett a saját szolgáltatójánál igényelheti az ingyenes internetet. Amit most aláírtam, ez egy kormányrendelet a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről. Szombaton jelent meg a kormányrendelet, illetve ez a videó is a miniszterelnök közösségi oldalán. A bejelentés szerint a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás 30 napra ingyenesen vehető igénybe, a köznevelésben és a szakképzésben, a nappali rendszerű nevelés oktatásban és szakmai oktatásban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő, középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott, ez annyit jelent, hogy azok, akik digitális oktatásra kényszerülnek, ingyen használhatják az internetet. A bejelentés utáni órákban megkerestük Bálint Zoltánt, a Giganet Internet Szolgáltató Kft. Ügyvezetőjét. Teljesen váratlan, néhány órája tudunk erről az eseményről, és igazából nem tudjuk felmérni még, hogy ez mit fog tenni. Nagyon szeretnénk, ha lenne valamilyen eljárásrend. Ilyen instrukciókat nem kaptunk, szakmai szövetségek sem tudtak ezekről erről az akcióról, így mindenképpen hétfő reggel 8-kor ezzel próbáljuk majd. Az ügyfeleket pedig megpróbáljuk türelemre inteni. Néhány nap türelmet kérünk ahhoz, hogy megfelelő eljárásrendeket mi is érvényesíteni tudjuk. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy tavasszal hirtelen nagyon megugrottak az igények a szolgáltatások iránt. Ez elsősorban a már meglévő ügyfelek forgalmát érintette. Minden fejlesztési erőforrásukat, szakembereiket és pénzügyi erőforrásukat ebbe az irányba terelték tavasszal. Ez a folyamat pedig a mai napig is tart. A 2020-as év már ezekről a fejlesztésekről fog szólni. A szolgáltatás műszakilag fel van készítve, tehát túl lehet terhelni egy darabig, azonban ez a túlterhelés teljesen folyamatosan növekszik. Tehát ilyenkor mindenképpen a fejlesztésekre át kell, hogy csoportosítsuk ebbe az irányba, máskülönben ezt nem tudjuk szolgáltatás minőség romlás nélkül lekezelni. A 30 nap díjmentesség az ügyfelek decemberben készhez kapott számláján jelenik meg. Az ügyben érintett előfizetők a saját szolgáltatójuknál jelezhetik a kérésüket, erről mindenki tájékozódjon a napokban. 6 vezér és 29 kisebb kiegészítő géppel felkészült a Városüzemeltetési Társaság a hószolgálatra. Nyíregyháza útjait 7 kategóriába sorolja a Nyír VV. Első körben a tömegközlekedési útvonalakat teszik járhatóvá, majd sorban a többit. Mivel még nincs hóesés, különböző út és zöld terület fenntartási feladatokat látnak el a gépekkel a város különböző pontjain. A téli feladatok között a hószolgálat kap a legnagyobb prioritást a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nél. A téli időjárásra már felkészült a társaság. A hószolgálat klasszikus értelemben november 15-től kezdődik. Az előkészületek közé tartozik az anyagbiztosítás és a gépek felkészítése, valamint ellenőrzése. Ez az időszak egészen március közepéig tart. A már megszokott hószámle a sajtó számára az idei évben a koronavírus járvány miatt elmaradt, de ettől függetlenül az előkészítő munkálatokat természetesen elvégezték a szakemberek. 6 vezérgéppel, 6 nagy géppel, valamint 29 kisebb kiegészítő géppel, amelyekkel a közlekedés biztonságát tudjuk biztosítani Nyíregyháza területén a besorolási kategóriáknak megfelelően, ami azt jelenti, hogy 7 ilyen kategória van, természetesen ennek megfelelően végezzük a hószolgálat ellátását, jegesedés esetén a síkosságmentesítést, hóesés esetén pedig a hó eltakarítását. A Városüzemeltetési Társaság hószolgálatához van besorolva például a külterületek földút hálózata is, így azokon a területeken is el kell végezni a hó eltakarítását. Az utak kategorizálása ezért is fontos. Egy hirtelen hóesés során az elsők között a tömegközlekedési útvonalakat kell megtakarítani, majd ezután kell biztonságossá tenni a többi utat, de a gyalogos és kerékpárutak járhatóságáról is a Nyír VV gondoskodik. Utóbbi feladatra használják a kisgépeket. Azok a dolgozók, akik évközben a zöld terület fenntartási feladatokat látják el, illetve a várost takarítják, a téli időszakban a hószolgálatra vannak átcsoportosítva.
Bár hóesés még nincs, a gépek jelenleg is dolgoznak. Az eszközök áttestek a műszaki ellenőrzésen és saját területükön az útfenntartási, zöld felület fenntartási munkákat látják el. Ha pedig leesne a hó, pár perc alatt át lehet őket szerelni és elvégzik a hóeltakarítási feladatokat is. A tavalyi évben nem volt túl sok hó, így nem sokszor vonultak ki a gépek az utakra. Ettől függetlenül az idei telet felkészülve várja a Városüzemeltetési Társaság. Legalább 30 napig nem fogad vendégeket a nyíregyházi állatpark és az állatkerti szállodák, vagyis a Hotel Pangea, az Ozon Hotel és a Hotel Dzsungel. A kormány döntése értelmében 2020. november 10-e éjféltől zárt kapuk mögött folyik a munka a parkban. A munkavállalók foglalkoztatása és az állatok ellátása azonban biztosított a bezárás ideje alatt is. Úgy gondoljuk, hogy ha ez az ára, és most ez a legfontosabb, hogy megmentsük a világot és Magyarországot ettől a járványtól, akkor mindenkinek kell áldozatot hozni, és meglehetős természetességgel és nyugalommal vettük már ezt tudomásul, hogy ez be fog következni, és most volt módunk felkészülni. Azért nagyon jó nyarat zártunk, és itt most vannak tartalékaink. Ti tudatosan készültünk arra, hogy esetleg az ősz, a tél, ez megint visszahozhatja azt, hogy bezárva, vendégek nélkül kell dolgoznunk, de az 5000 állatot el kell látni, a 140 embernek van mit csinálni, és most a kormány meglehetősen fontos kompenzációkról döntött, és ennek nagyon örülünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy most egyelőre egy hónapig még zárva leszünk, van mód arra, hogy a fizetések egy részét megkaphassuk, illetve hogy a szochót nem kell befizetni. Ez egy jelentős segítség. Időnként teszteljük a kollégákat, és megpróbáljuk kiszűrni a pozitív kollégákat, hogy hát minél több ember maradjon egészséges, mert ugye az nem lenne jó, hogyha elfogynának egyszer csak ilyen-olyan okok miatt, karantén vagy betegség miatt az emberek a nyíregyházi állatparkból, tehát bizonyos óvintézkedéseket meghoztunk, gyakorlatilag a tavasziakat újra bevezettük, hogy két embernél több egyszerre nem dolgozhat, ugye ez egy speciális munkahely, itt sok esetben nem lehet egyedül menni, ez veszélyes munkahely, de kellő távolságtartás, a szabadban is most már maszkviselés, rendszeres fertőtlenítés, ezek mind fontosak, és betároltuk a megfelelő mennyiségű takarmány tavaszig, készen állunk arra, hogy kihúzzuk ezt a telet. Tény, hogy sok mindenki szerelembe esett, amikor ugye nagy csendben működött a park. Az is igaz, hogy azért az ősz meg a tél nem az az időszak, amikor kialakul az állatok egymás iránti vonzódása, azért télen azért mindenki egy kicsit jobban bezárkózik. Egy kicsit nehezebb lesz nekünk is, mint tavasszal, mert az állatházokban lesznek az állatok, sokat kell az állatok között zárt térben tartózkodni, és ezért oda kell figyelnünk erre is, hogy az állatokat is óvjuk, hát hiszen bizonyos kutatások szerint néhány állat is elkaphatja ezt a betegséget. De az is igaz, hogy számos olyan dolgot meg tudunk csinálni, amikor tele van a park, itt a vendég nem tudunk, és az is igaz, hogy az állatok egy része is, az érzékenyebbek, jól fogadják azt, hogy ha nincsenek látogatók. Az idei őszi időszakban már több mint 250 fát ültettek el Nyíregyházán. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Elvesztette az uralmát a jármű felett egy robogós szombat este a Korányi Frigyes úton. Útpatkának, majd az útszéli villanyoszlopnak ütközött a robogós, 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították. A rendőrség eljárást indított, hogy tisztázzák a baleset okát és körülményeit. Elkezdődött a 38-as számú főútvonal felmarása Rakamaz és Tokaj között. A magyar közút felújítási munkálatokat végez az említett közel 3 kilométeres szakaszon. Forgalomkorlátozásra kell számítani mindkét irányból, napközben jelzőőrök segítik a közlekedést. Megcsúszott egy személyautó egy kanyarban Újfehértó és Nagykáló között hétfő délelőtt. Árokba csúszott és az oldalára borult a jármű.
A sofőr megsérült, kórházba szállították. Az autó totálkárosra tört, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Pórázon sétáltassák a kutyákat Nyíregyháza külterületein, mivel sok helyen rúgacsapdákat helyeztek el. Ha a kutyák a káros méreganyaggal érintkeznek, azonnal orvoshoz kell vinni őket. Az ilyen területeket külön plakátokkal is jelzik. Folyamatos a faültetés Nyíregyházán. Az őszi időszakban már több mint 250 fát ültettek el városszerte. A polgármesteri program nem ér véget idén. A következő évben is folytatódik a város zöldítése. Folytatódott a polgármesteri fásítási program a belvárosban. Ezúttal dr. Úrik Attila Nyíregyháza alpolgármestere, Petró Árpád a nyírvévi ügyvezetője és a városrészt helyi önkormányzati képviselője dr. Rákóczi Ildikó közösen ültettek fát a Rózsa utcában. A város alpolgármestere arról beszélt, nem egyszerű az ültetési terület kiválasztása, fontos bizonyos távolságot tartani a közművektől. Vannak olyan részek Nyíregyházán, ahol fák hiányoznak, de nem tudunk ültetni, mert egyszerűen nem lehet. Úgyhogy járják a nyírvévi szakemberei Nyíregyházát, nézik azt, hogy a különböző kisebb, nagyobb utcákat, mondjuk ez a kis utca, mint a Rózsa utca itt a belvárosban, vagy a belváros környékén, hogy hol vannak olyan hiányos részek, ahová lehet ültetni. És folyamatosan pótoljuk. Nyilván az lenne a szerencsésebb, hogy úgy, mint mondjuk a Tüzér utcán, 70 fát el lehetne egybe ültetni, mert nem zavar senkit, de Nyíregyházán már nagyon-nagyon kevés olyan terület van, ahol fasorokat lehet ültetni. Idén ősszel a Nyírvévi Kft. Munkatársai folyamatosan járják a város utcáit, és olyan területeket keresnek, még ahol a meglévő fasort frissíteni kell. Ilyen helyszín még többek között az Úszülő utca is. Vannak a városban olyan helyszínek, ahol esetlegesen a lakossági kérésre kerültek fák kiültetésre. Természetesen minden lehetséges helyszínt szeretnénk fákkal beültetni, ahhoz, hogy növeljük a zöld felület nagyságát, a lombkorona méretét Nyíregyházán. Az őszi időszakban már több mint 250 fát ültettek el városszerte, többek között a Kálói utcától a Tüzér utcáig 70 darabot. A polgármesteri fásítási program ebben az évben nem ér véget, jövő tavasszal is folytatódni fog. Két nap alatt két mérkőzést játszott a Fátum Nyíregyháza a hétvégén. A női röplabdások az MTK és a Diósgyőr ellen léptek pályára, és mindkét mérkőzést megnyerték. Pénteken Kaposváron játszik a csapat. Zárt kapuk mögött pótolták a koronavírus fertőzés miatt elhalasztott Fátum Nyíregyháza MTK női röplabda mérkőzést az Extraligában. A fővárosiak egy hónapja nem léptek pályára bajnokin, és az első szedben ez érződött is a játékukon. Lakom Zsófiáról szólt ez a játékrész, a nyíregyházi a kütője hiba nélkül használta ki a lehetőségeit. A hazaiak simán nyerték a játékrészt, és talán ez túlzottan meg is nyugtatta az együttest, mert a második felvonás eleje a fővárosiaké volt. Kiénfalvi egymás után blokkolt, Vezsenyi pedig pontosan támadott, és a szettet végig vezetve nyerte az MTK, így egyenlített. A harmadik játszma kiélezett csatát hozott, a csereként beálló Varga Eliza is több szép pontot szerzett, de végül izgulni kellett a hajrában. A Fátum viszont első játszmalabdáját értékesítve nyerte a szettet, és már 2-1-re vezetett. A negyedik felvonás hasonlóan szoros volt, a végjáték kezdetén 20-18-nál még az MTK állt jobban, Ralica Vasiljeva viszont egymás után többször pontosan támadott, ezzel fordított és meccslabdához jutott a csapat. Radosová beüti, de nagy a mentés Miklaitól, úgyhogy nincs vége a labdamenetnek. Najdics, Lakomb, most van vége! Lakomb Zsófia beütötte a 25. pontot, 25-23, nyerte a játszmát a Fátum Nyíregyháza. Az MTK szombati legyőzése után vasárnap már újabb bajnokit játszott a női röplabda extraligában a Fátum Nyíregyháza. A csapat a Diósgyőr vendége volt, és ezúttal is nagyon határozottan kezdett. Az első játszmában nagy volt a különbség, és Vasiljeva, valamint Lakom ponterős játékával simán nyerte a szetet a Nyíregyháza. A második felvonásban 13-15-ig volt szoros az állás, ekkor ritmust váltott a Fátum, és végül hozta ezt a felvonást is. A harmadik játszmában is pontosabb volt a Nyíregyháza, blokkból is több pontot szerzett az együttes, és végül biztosan nyerte a találkozót Németh Szabolcs együttese. A hétvége mérlege így két meccs, két győzelem. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden.
5 milliárd forint érkezik a kormányzattól Nyíregyházára, melyel az önkormányzat útfejlesztési feladatait támogatják. Mivel megvannak a kiviteli tervek, a munkákat szeretnék már tavasszal kezdeni, amihez a lakosság együttműködésére is számítanak. 30 napig ingyenes az internet szolgáltatás a digitális oktatásban résztvevőknek, ezt szombaton jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A díjmentesség az ügyfelek decemberben készhez kapott számláján jelenik meg, minden érintett a saját szolgáltatójánál igényelheti az ingyenes internetet. Felkészült a Városüzemeltetési Társaság a téli időszakra. 6 vezér és 29 kisebb kiegészítőgéppel takarítják majd a havas utakat. A városban több kategóriába sorolják az utakat, első körben a tömegközlekedési útvonalakat teszik járhatóvá, majd sorban a többit. Mivel még nincs hóesés, különböző út és zöld terület fenntartási feladatokat látnak el a gépekkel a város különböző pontjain. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!